Egyik nap elhangzott egy nagyon fontos gondolatiság az előadásom kapcsán, méghozzá az, hogy szerintem nem igazán ismerjük a totális kilépés módját, vagyis hogy miképpen kell hátrahagyni a fizikumot, az anyagi szerkezetet. Én mostanában nagyon sokat foglalkozom a megüdvözülés állapotával. Lehet, hogy azért, mert most értem el egy ilyen frekvenciát, rezgés, szintet és tudatállapotot, miképpen rájöttem arra, hogy ez az ember egyik legfontosabb feladata, hanem a legfontosabb. Persze szerintem nagyon jó kérdés, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Az én személyes tapasztalatom az az, hogy egy nagyon hosszú út során azt is mondhatnám, hogy egy fejlődési folyamat által, ami nekünk végig kell menni, azt is gondolom, hogy a szamszára, a létforgatag törvénye, törvényszerűsége pontosan ezért működik, vagyis azért, hogy meglegyen a bejárt út. Hiszen egyetlen testetöltés nem lesz elég arra, hogy megvilágosodjunk és hogy elérjük a totális megüdvözülést. Éppen ezért azt gondolom, hogy az egyetemes rendszer szándékosan építette föl így az itteni szerkezetet, és hogy a szamszára a létforgatag, mint olyan, nem véletlenül működik, vagyis pontosan azért, hogy nagyon sok helyzet által szerezzünk tapasztalatokat, amelyek szerintem rezgés szinteket emelnek, és így juthatunk el egy magasabb szellemi állapotba, ugyanis azt is gondolom, hogy a mostani itteni rendszer pontosan ezt teszi: halad egy magasabb szintű szellemi létállapot felé, és lehet, hogy egy idő után tényleg valóban minden átszellemül, és nem fogalmazódik majd meg anyag-anyagi szerkezet. Az univerzális összetettségben. Ugye ezekről a témákról is készítettem már hosszabb felvételeket, olyanokat is, amelyek által rajzoltam, és olyanokat is, amelyekben elmélkedtem, és azokat a gondolatokat osztottam meg, amelyek most szerintem nagyon aktuálisak, és amelyek talán ember magasabb szintű mintából származnak, vagyis amelyek Isten tervei lehetnek, de mindenképpen egy magasabb szintű rendszer kinyilatkoztatásai. Tehát szerintem nagyon fontos lenne azt vizsgálni, hogy ez a rendszer mifelé halad, milyen tervekkel működik, és hogy az emberiség számára mit enged meg. Tulajdonképpen mi társalkotók vagyunk, vagy az is lehet, hogy valamilyen szempontból elszenvedők, hiszen alkalmazkodnunk kell, nagyon sok mindenen kell végigmenni, és azt is gondolom, hogy valamilyen szempontból, hanem minden szempontból át kell állítani a tudatunkat, a felfogást, az érzékelést, az észlelést, és mindent magasabb szintekre kell emelni, ugyanakkor sokkal nyitottabbakká kell válni. Én is egy ilyen úton haladok, 19. éve, és folyamatosan azt próbálom föltárni, hogy ebben a mintában mi fogalmazódik meg, ami lehet, hogy egy egyetemes minta, de sokszor beszélek róla úgy, hogy ez az én önvalom, bár azt is gondolom, hogy ez a kétféle szegmens azért mégiscsak egybe ér, különben nem érkeznének hozzám ezek az információk, ismeretek, amelyeket önzetlenül adok át nagyon régóta, és tulajdonképpen eme jelenségek, ismeretek által építettem föl a Demaj Békés magazint és programot, amit 2008 óta működtetek. Igen, ezekből az energiákból épül föl tulajdonképpen ez a vállalás, és azóta a pozitív rezgésekből és az isteni kinyilatkoztatásokból tartom fönt ezt a projektet. Fantasztikus ez a munka, teljesen más embert kíván. Én ugye már nagyon sok mindentől megváltam, nagyon sok mindenből kiléptem, pontosan azért, hogy hozzájussak ezekhez az energiákhoz, információkhoz. Persze, hát arról kell beszélni, hogy ez nem mindig volt tudatos, de most már 100%-osan tudom azt, hogy mi az én feladatom, hogy mifelé kell menni, és talán azt is, hogy hogyan kell ezt az újfajta rendszert kiépíteni. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy szerintem nem igazán ismerjük azokat a módozatokat, hogy hogyan lehet az itteni rendszert, a fizikális rendszert, sűrűséget, fogvatartottságot százszázalékosan elhagyni, és totálisan megüdvözülni. Van egy olyan előadásom, ami talán kettő órás, és amiben ezt a tételt vagy kérdést boncolgatom, jó kérdés, hogy akkor és ott hova jutottam, vagy hogy meddig jutottam el gondolatiságban, de azt tudom, hogy most már sokkal több minden van kinyilatkoztatva, és nyilván, hogy az ember egy-két év alatt is rengeteget fejlődik, és sokkal több mindenhez fér hozzá, mint ahogyan tulajdonképpen én is. Egyre több olyan Érzés, impulzus jön, ami nagyon közel visz valamihez, ami által azt érzem, hogy el tudjuk érni a totális szabadságot, a megigazulást, és azt a fajta egységet, szimbiózist, amire tulajdonképpen az ember, mint olyan vágyott. Persze, lehet, hogy nem mindenki, én biztosan. Egyik nap olvastam egy olyan cikket, amelyben egy remete férfiról írtak, aki nagyon régóta kivonta magát a társadalomból, vagy a társadalmi életből, és rengeteget élt mondjuk a pusztában, vagy különböző erdőkben, kint a természetben, nagyon sok mindent megvonva magától, teljesen elutasítva a mai kaliúgát, amit én nagyon megértek, és ő azt mondta, hogy ő passzív eutanáziát folytat. Mert hogy ő nem akar részt venni ebben a világban, ő szeretne ebből az egészből kilépni, de ő sem tudja a módját. Előtte nagyon sokat foglalkozott különböző vallásfilozófiai, vagy akár metafizikai, parapszichológiai, spirituális tanokkal, törvényekkel. Nagyon sokat meditált, rengeteg gyakorlaton vett részt, de nem jutott el odáig, egy olyan mesteri szintig, hogy hátrahagyja az anyagot, a testet, a formát, megigazuljon, és mondjuk buddha mellett foglaljon helyet, de most csak poénkodok. Persze, jó kérdés, hogy mondjuk Butha, meddig jutott el, hogy mondjuk az ő lelke vagy szellemisége újra testet öltött-e, avagy nem, vagy totálisan megigazult és visszatért az egységbe. Én azt gondolom, hogy benne is még nagyon sok minden maradt. Én valamilyen szempontból érzem az ő auráját, energetikáját, és azt érzem, hogy azóta is munkál, és pulzál, és dolgozik ez a fajta szellemiség, és lehet, hogy már többször kivetítette önmagát a Földre, vagy más élőhelyekre, területekre, nem biztos, hogy mindig fizikális formátumba. Magyarán szerintem arról kell beszélni, hogy lehet, hogy még ő sem érte el a totális megüdvözülést. Persze szerintem az is jó kérdés, hogy egyáltalán van-e olyan lény, aki totálisan egyesülni tud majd az eredettel, a rendel, a nagybetűs isteni mi voltal, mintával vagy ez csak tényleg néhány százaléknyi lélek kiváltsága lesz. Én az utóbbira szavazok, tehát én azt mondom, igen, hogy egy-két százaléknyi lélek lesz az, aki talán eléri a megüdvözülés létállapotát, de mindenképpen az androgűn mintaképpel együtt, hiszen szerintem csak így lehet kilépni, és lehet, hogy akkor nekik már soha többé nem kell visszaszületniük a földre, vagy bármely más fizikális területre, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a Földre lehet születni, és nem csak ott lehet alakot váltani, vagyis itt. Mivel hogy még sajnos mindig itt vagyunk, azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon nem egyszerű a Földön helyet foglalni, és azt is tudjuk, hogy nagyon alacsony szintű állapotok fogalmazódnak meg, amelyekkel én igazából most már egyáltalán nem tudok mit kezdeni. Persze azt is tudjuk, hogy emelkedik a bolygó rezgés szintje 1980 óta, és szerencsére elértünk egy olyan állapotot, ami azt jelzi, hogy talán lehet ez egy kezdő pont, egy kiinduló pont, ami által talán egyszer kialakíthatjuk a paradicsomi létállapotot, de ez sem biztos. De az biztos, hogy most már sokkal több felébredt ember van, sokkal többen emlékeznek az eredeti mintaképükre, az önvalójukra, ami azért csodálatos, mert így szerintem sokkal hamarabb fel lehetne építeni a rendet, vagy az édeni létállapotot. Viszont ez az ember, hát én azt vettem észre, emelt cikk, vagy beszámoló kapcsán, hogy nagyon meg van keseredve, ahogyan szerintem rengetegen, valamilyen szempontból én is, de szerintem azért nem annyira erősen, mint ez a férfi, és én nem folytatok például passzív eutanáziát, mert tudom nagyon jól, hogy ezzel nem megyünk semmire. Tehát például az eutanáziával nem jutunk előrébb, vagyis azáltal nem lehet megszabadulni például a szamszárától, hát ettől a fizikális testtől igen, de mivel működnek a visszaszületések, ezért 100%-osan nem. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ő valóban nem jutott el még egy olyan szintre, hogy átlássa azt, hogy ez a rendszer tulajdonképpen hogyan működik, és valószínű, hogy nem is ismeri százszerzalékosan az egyetemes törvényszerűséget, mert akkor tudná azt, hogy ha leteszi ezt a testet, akkor sem fog tudni megszabadulni például a szenvedéstől, és a fizikális ítléttől, mert valószínű, hogy neki még nagyon sokszor vissza kell születni, ugyanis én érzem rajta azt, hogy neki még jóval alacsonyabban van a rezgés szintje. Hogyha valakinek alacsonyabban van a frekvenciája, a saját frekvenciája, akkor automatikusan újra testetől testet vált, magyarán nem fog tudni kilépni a szamszárából. Ugye sokszor feltettem azt a kérdést, hogy a szamszára mint olyan hány hercen rezeghet, hogy melyik az az állapot szint, amit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a lélek meg tudjon üdvözülni, és totálisan ki tudjon lépni a fizikális fogvatartottságtól. Illetve fogvatartottságból. Bocsánat, ezt most rosszul mondtam. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezt kellene meghatározni, vagy megismerni, és akkor szerintem előrébb jutnánk, és akkor pontosan tudnánk azt, hogy meddig kellene a különböző egyéni rezgés szinteket is fölemelni, meddig kellene eljutni ahhoz, hogy a lelkeket vissza tudjuk segíteni az eredeti mintába. Ahogy mondtam, ugye a Földönnek a rezgés szintje is emelkedik 43 éve, aminek nagyon nagy jelentősége van, és elértünk egy minimum tízszeres állapotot, de az is lehet, hogy sokkal magasabb értékekről kell már beszélni. Vannak olyan portálok, ahol folyamatosan közzéteszik azt, hogy most éppen hol tartunk, hogy a bolygó rezgés szintje hogyan változik, hogyan emelkedik, és akkor ehhez képest ugye lehet viszonyítani. Én is megszoktam nézni ezeket az adatokat, mert összehasonlítom például, azokkal a kinyilatkoztatásokkal, amelyek hozzám érkeznek. És azt kell látni, vagy legalábbis én azt tapasztaltam, hogy amikor erőteljesebb témákról beszélek, és sokkal intenzívebben dolgozom, akkor biztos, hogy a földrezgés rezgés szintje jóval magasabban van, tehát, ahogy én mondtam, én ezeket az energiákat kamatoztatom. És én mindig olyan helyen éltem, ahol például a Szent György vonal hatása is nagyon erős volt, tehát itt is nagyon erős, pozitív rezgésekről kell beszélni, amelyeknek van egyfajta tudattágító szerepük, de szerintem a suma rezonanciának is van. Hát jó kérdés, hogy ezt a fajta vetületet hányan vizsgálták, vagy milyen összefüggéseket találtak. De én például ilyet, és én azt mondom, hogy nyilván, hogy a föld rezgés szintjének emelkedése azzal is összefügg, hogy egyre több felébredt emberke van, és hogy elkezdtünk ilyen témákkal, területekkel foglalkozni, hát azt is mondhatnám, hogy talán most már nem középiskolás fokon. <laughs> Persze, igen, hát jó kérdés az, hogy ki hol tart, de szerintem, hogyha végignézzük azt, hogy mondjuk én milyen témákkal foglalkoztam eddig, és hogy milyen összefüggéseket találtam, akkor mondhatjuk azt, hogy talán ebből a minőségből, vagy szintből, vagy létállapotból már azért valamilyen szempontból kiléptem, és egy picit följebb tudtam emelni ezt a vállalást, és olyan állapotokat, helyzeteket, ismereteket, infókat, területeket tudtam bemutatni, amelyek biztos, hogy sokkal különlegesebbek, és talán közelebb visznek az egységhez, az önvalóhoz, az önazonossághoz, az abszolútumhoz, vagy mondjuk azt, hogy a totális megigazuláshoz. Ahová talán minden egyes élő Lény vagy szervezet igyekszik, csak ugye nem mindenki tudatos erre, mivel ma a Kali hugában nagyon erősen elnyomják a tudatiságot, az emberek jó része még mindig altatva van szándékosan, azért, amit mondtam, hogy profitot termeljenek, és hogy igazából csak a külsőségeknek, a látszatnak, a világnak feleljenek meg, megvezetett lényként funkcionáljanak. Mert így lehet belőlük hasznot húzni. Én ennek pontosan az ellenkezőjét képviselem, és azt szeretném, hogyha sokan felébrednének, és noha tudom jól, hogy ez a férfi nem fogja meghallgatni az én előadásomat, bár jó kérdés, mégis azt üzenem neki innen, hogy teljesen feleslegesen folytat például passzív eutanáziát, mert ahogy mondtam, ezzel nem fog semmire menni, vissza fog születni talán sokkal nehezebb körülmények közé, és tovább kell folytatnia a vállalását, hogyha sok mindent még ugye nem hozott helyre, és sok mindenből például még nem vizsgázott le. És hát lehet, hogy nehezebb körülményei lesznek. Igazából nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal több szellemi pofon, vagy lelki pofon érhet bennünket akkor, Hogyha mondjuk az előző életünk vagy életeink kapcsán eldobtuk magunktól a fizikális testet, mert az öngyilkosság kapcsán, vagy akár a passzív eutanázia kapcsán én azt gondolom, hogy a léleknek lecsökken a rezgés szintje, jóval alacsonyabban fog rezegni, mozogni magyarán sokkal keményebb karmát generál a vízaszületés által, és sokkal keményebb és élesebb tükrök lesznek magyarán, sokkal több szellemi pofon fogja érni az ilyen embert, tehát ezért nem érdemes egyik fajta változatot sem megpróbálni, mert az ember csak ront a helyzeten. Én tudom azt, hogy sokan szeretnének kilépni Ebbe fogvatartottságból, és szeretnének egy teljesen másfajta életet élni, én is, de tudom nagyon jól, hogy például a lázadással nem megyünk semmire. Végig kell vinni ezt az utat, minden egyes feladatot el kell végezni, és folyamatosan emelni kell a szinteket. Én is ezt teszem. Különben ezek a felvételek nem is jöttek volna létre. Nézzük meg azt, hogy mondjuk hat évvel ezelőtt milyen tételekről beszéltem és hogyan, és hogy hat évvel később hová ért ez a vállalás, és hogy most milyen témákat dolgozok föl. Milyen szinten, és mondjuk milyen energiák által. Hát teljesen más képet fest ez a történet, és szerintem az én önvalom is. Nagyon-nagyon sok mindent ástam elő, vagy ki, az önvalomból az elmúlt hat év során, tehát azért arról kell beszélni, hogy hat év alatt létrehoztam majdnem 1050 felvételt, illetve hát 1050 felvételem már biztosan van, saját előadásom, ez az 1044. improvizáció, hat év alatt. Szóval szerintem ez azért nagyon sok, és ugye mondtam, én úgy látom, hogy azért mindig Követtem az aktuális helyzeteket, eseményeket, ezekre reflektáltam ugyanakkor. Mindig azonos időben azokat a témákat jelenítettem meg, azokat az érzéseket, impulzusokat, kinyilatkoztatásokat, amelyeket ez az egyetemes rendszer kilök magából, felénk küld, és persze nem csak nálam csapódnak le, hanem más közvetítőknél is, akik ugyanarról beszélnek, amiről én szinte fejfej -fej mellett haladunk, és azonos időben nyilatkoztatjuk ki azt, amire most igenis szüksége van szerintem az emberiségnek. Ezek szellemi táplálékok. Tehát arról kell beszélni, igen, hogy mi tulajdonképpen szellemi táplálékokat adományozunk az emberek számára. Én sajnos fizikális táplálékot, élelmet egyelőre nem tudok adományozni, Saját magamat is sokkal nehezebben tartom el, hát tudjuk, hogy miért, de hogyha lesz rá lehetőségem, akkor meg fogom tenni. Viszont szellemi, azt akartam mondani, hogy gyöngyökkel nagyon szívesen szolgálok, és próbálok energiát is átadni, olyan információt, ismeretet, amivel talán jobbá tehetjük az életünket, és át tudjuk vészelni ezeket a nagyon nehéz korszakokat, éveket. Tehát ö, vizsgálni kellene annak a módját, hogy hogyan lehetne könnyedebbé tenni az itteni létállapotokat, vagyis mindent egy idő után visszasegíteni a rendbe, az eredetbe. Mert ez a dolgunk, ezért jöttünk vissza. Ébredjünk föl. Ezért jöttünk vissza, hogy mindent újra visszasegítsünk az eredeti mintába, hogy ne legyenek kizökkenések, vagy kizökkent létállapotok, ne legyenek zavarok, energetikai kibillenések. Magyarán én azt gondolom, hogy a harmónia, a kiteljesedés elérése a legfontosabb, egy szilárd alap létrehozása, megalapozása, ami nem fizikális, hanem szellemi. Én úgy érzem, hogy a legszilárdabb alap szellemi, aminek örök a léte. Idáig kell visszasegíteni az eltévet lelkeket, vagy mondjuk azt, hogy báránykákat. Tehát akik egy ilyen vállalással lettek fölvértezve, azok biztos, hogy ilyen témákról beszélnek ma. És ők tudatosak. Erre a misszióra ők pontosan tudják azt, hogy mit írtak alá, mint ahogyan én is, és próbálják fölébreszteni az embereket, és felhívni a figyelmet arra, hogy bizony a mai Kali az emberek jó része tévúton jár. Ami ma megfogalmazódik, az egyenlő a tévúttal, vagy nagyon sok tévúttal, és ez azért nem jó, mert ezek a tévutak a kárhozat felé vezetnek. Amikor a lélek már nem fog tudni megüdvözülni, mert elveszik. Megsemmisül. Itt energiákról kell beszélni. Arról kell beszélni, hogy az én energetikai rendszerem milyen. Hogyan tevődik össze, milyen a szerkezete, hogy hogyan tudok rezgés szinteket emelni, és hogy az én energetikai rendszeremet hogyan tudom följebb emelni, vagy közelebb vinni az egységhez, ami által talán össze tudunk olvadni az egyetemességgel, és hátra tudjuk hagyni az anyagot, a fizikumot, ami egyenlő a börtönne. Na most nem csodálatos feladat az, amikor mondjuk egy lelket kisegítünk egy börtönből és szabaddá válik, és megigazul, és önazonos lesz, és szárnyal, és kitejesedik, de ez a legfontosabb feladat, ez a legfontosabb cél az itteni létezésünk kapcsán. Főleg ma, hiszen ma vagyunk egy ilyen átmenetben, ma élünk egy ilyen korszakban, ami pontosan azt diktálja, azt feltételezi, hogy nekünk bizony, Ezeket a feladatokat kell ellátni. Persze nekünk is végig kellett menni az úton, én is végig mentem, különben nem hozom felszínre ezt a rengeteg ismeretet, ami bennem élt. Milyen érdekes az, hogy ez a rengeteg ismeret, információ, téma mindig is bennem volt, tehát akár néhány évesen is, két-három évesen is hordoztam már, Ezeket az előadásokat, önmagamban, és a cikkeket, és mindent, csak akkor még nyilván annyi idősen nem tudtam róluk beszélni. Most már tudok. 40 évvel később. Vagy több mint 40 évvel később. Tehát én azt gondolom, hogy főként ezért kellett bejárni azt az utat, ezért kellett fejlődni, tanulni. Én is ezért tanultam, mondjuk 20-30 évig. Vannak olyan területek, amelyeket 20-30 éve vizsgálok. Kutatok. Folyamatosan elemzek, hogy rezgés szinteket emeljek, és hogy közelebb kerüljek a megigazuláshoz, az isteni mintához, a rendhez, ami számomra a legfontosabb állapot. De én azt gondolom, hogy az egész univerzum számára ez a legfontosabb. Mert miért ne lehetne mindent ide visszasegíteni, miért ne lehetne egy olyan univerzumot fölépíteni vagy létrehozni, ami totálisan megüdvözült. Na, Majd azt kell megnézni, hogy annak milyen lesz a berendezkedése, és az összetétele nagyon tiszta, nagyon magas, makulátlan, csak pozitív energiák élnek benne. Én látok magam előtt most, jelen pillanatban egy sík felületet, ami olyan, mint egy tükör, nagyon tiszta. Szerintem ilyen lesz a későbbi univerzum felépítése. Nagyon tiszta, nagyon makulátlan, és csak pozitív dolgokat tükröz majd vissza, amiben én nem látok anyagot, nem látok bolygókat, nem látok fizikális rendszereket, testeket, formákat, mert ezekre nem lesz szükség. Mert ez már egy mesteri minőség, miképpen. Levezettem azt kettő előadás által három órán keresztül, hogy hogyan lehet fejleszteni, az univerzális összetettséget, hogyan lehet egy olyan létállapotot kialakítani, ami már a totális harmóniáról és egységről, kiegyenlítődésről szól. Ezek igazából nem feltétlenül az én gondolataim, de azok is, ahogy mondtam, én nagyon sokat merítek a magasabb szintű rendszerekből, és ezeket a gondolatokat, témákat összhangba teszem, rakom, hogy összhangban éljenek, és így hagyják el a számat a felvételek kapcsán, amelyeket meghallgathatnak azok, akik szintén egy más világban szeretnének élni, erkölcsösebb minták által, megnyugodva, átszellemülve, tudatosabban, hittel, és még fontosabb feladatokat ellátva, mondjuk azt, hogy Istennek, az egyetemességnek dolgozva. Mert szerintem ez lesz a legnagyobb kitüntetés, hogyha valaki ideig eljut. Ahogyan mondtam, szerintem mindig jó kérdés az, hogy hány ember vagy hány lélek jut el idáig. Egy-két százalék biztosan ők vezetők lesznek. 20 pedig úgy fog működni, mint egyfajta társalkotó, Nekik is fontos szerepük lesz, de ők nem kerülnek annyira közel, az egységhez, Istenhez, mint az az egy-két százalék, aki pedig szerintem abszolút -e megüdvözül. És akkor persze beszélni kell az androgűnök szerepéről, akik közül szerintem szintén egy-két százaléknyi lélek fog egy ilyen állapotba kerülni, visszatérni. Az egységbe egyesülni, totálisan hátrahagyva az anyagot, a testet, a fizikumot, tehát nekik nem kell újra megtapasztalni a dualitást, a testetöltést, a nemiségek szétválását, a kibillenést, a zavart, a hiányt, és semmit, ami tulajdonképpen az alacsonyabb szintű háromdimenziós létállapotok kapcsán fogalmazódik meg, de az is lehet, hogy még a 4D-ben is. Azt is tudjuk, hogy a Föld rezgés szintje emelkedik, és ezáltal ez az egész rendszer átáll egy magasabb szintű dimenzióba, hát állítólag az 5. D-be, ami már teljesen más képet mutat majd. Vagy ezáltal a Föld. Az ötödik D-s dimenziós rendszer nagyon más ugyan épül föl, mint a 3D-s sűrűség, de hát igazából erre föl kellett készülni, és amiről szerintem például a Biblia is ír, beszél, persze nem ennyire nyíltan, vagy szó szerint, mert szerintem a dimenzióváltást, mint olyat, szó szerint nem említik meg, legalábbis én erre nem találtam különböző jeleket, erre utaló jeleket, de hát ha a lényegét tekintjük a különböző kinyilatkoztatásoknak, akkor igen. Tehát ugyanazt mondják el, ugyanazt mesélik el, ráadásul nem csak egy ember, és ugye nem csak most. <laughs> Tehát nem a mai, mai emberekről kell beszélni, hanem azokról, akik egykor helyet foglaltak ezen a bolygón. Tehát igen, ez a rendszer folyamatosan nyilatkoztatja ki saját magát, és minden egyes korszakban biztos, hogy voltak olyan lények, akik ezeket a jeleket vették. De én azt gondolom, hogy lehet, hogy a védákat kellene inkább idevenni, mert számomra a védák sokkal pontosabb információt és különböző tételeket adnak és mutatnak. Főleg arról, amikor a kali jogát, mint legdémonibb, sötétebb korszakot. Boncolgatják, hogy tulajdonképpen ez milyen is lesz, vagyis hogy most milyen érában kell helyet foglalni, hiszen eljutottunk ideig, hogy mivel kell szembenéznie az emberiségnek. Remélem, hogy most már tényleg a kali Juga végén vagyunk, és lehet, hogy most már csak egy év van hátra. Nagyon jó lenne, de az is lehet, hogy már csak fél év. Lehet, hogy fel lehet gyorsítani az időt. Noha azt írják, hogy a kali Juga 2025-ig tart, de lehet, hogy ezt a dátumot, vagy pontot előrébb lehet hozni. Hát hozzuk előrébb. Mivel szerintem már nagyon elég. És ahogyan mondtam, hát nem csak ez a férfi folytat egyfajta passzív eutanáziát, hanem szerintem nagyon sokan, nagyon sokan írták azt, hogy ők már csak vegetálnak, és nincs kedvük semmihez, és... Nagyon nehezen tudnak mit kezdeni a mai világgal, a mai nagyon romlott szemlélettel, és a kizsigerléssel, a rabszolgatartással, stb. 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 Tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy hitet adjunk egymásnak, és hogy higgyétek el azt, hogy nem ez a megoldás. Tehát nem az a megoldás, hogyha az ember föladja. Most már ne adjuk föl, könyörgöm, mert aki már 20-30 éve menetel és küzd, az most ne adja föl, mert ahogyan mondtam, lehet, hogy már csak néhány hónap van vissza, és néhány hónap alatt is nagyon-nagyon sok mindent a helyére lehet tenni, de akár néhány nap alatt is. Én tudom azt, hogy néhány nap alatt is mennyit lehet fejlődni. Hogy mennyi mindenre lehet rájönni. Elképesztő hogy milyen katarzisokat élek át, hogy milyen aha élményeim vannak, hogy tulajdonképpen a megvilágosodás, mint olyan, milyen gyönyörű folyamat. Szerintem a legszebb folyamat. Annyi stációból áll, amit elmondani nem lehet, de mindegyik fantasztikus. Mindegyik stációra szükség volt. Miképpen ezt én is átéltem. Folyamatosan. Elképesztő, hogy milyen úton mentem végig. Hogy milyen kalandokban, helyzetekben vettem részt. Olyan ez, mint egy vadregényes történet. Az én életem, amelyben nagyon sokan helyet foglaltak és foglalnak, akik ugyanúgy átéltek hasonló megtapasztalásokat, és akik segítettek, vagy segítettük egymást azáltal, hogy tovább vigyük ezt a vállalást. Tehát a megvilágosodás folyamata szerintem egészen egyedi. Fantasztikus, hogy erre van lehetőség. Bár én azt gondolom, hogy pontosan ezért jöttünk vissza, hogy ezt átéljük, és hogy nagyon sokat meséljünk erről az állapotról. Vagy a változásokról, a magváltásról, arról, hogy a személyiségünk hogyan alakul át, hogy mondjuk én is mivé értem 2004 óta, amikor elindultam az úton, vagyis majdnem 20 éve. Húsz évvel ezelőtt hagytam magam mögött szinte mindent. Persze, tudjuk, hogy ezt csak fokozatosan lehet megtenni, lépésről lépésre, de ahogy mondtam, pontosan ezért nagyon érdekes, különleges ez az út, mert minden egyes stáció során valami megfogalmazódik, jön valami új, akkor, hogyha leteszem a régit, ami már nem hasznos, ami nem szolgál, ami nem kifizetődő, a rendben, tehát szemléletet kell váltani, nagyon erősen, amihez ennyi idő kell. Ennél hamarabb ezt nem lehet megcsinálni, tapasztalat? Mert a tudat, a tudatiság nem tud olyan gyorsan tágulni, vagy ha igen, összeomlik az anyag. A fizikum, a test. Ezért van az, hogy 43 éve emelkedik a bolygó rezgés szintje, mert ehhez is kellett ennyi idő, de hát még igazából mondhatnám azt is, hogy sehol sem tartunk, bár azért ez így nem teljesen igaz, de még nagyon sok feladat van. Miképpen számomra is. Ez csak a kezdet. Sőt, lehet, hogy még odáig sem jutottunk el. Szerintem az a legfontosabb, hogy az ember eljusson a kiinduló pontig, az alapokig. Na most arról kell beszélni, hogy szerintem ez a 20 év, vagy 30, vagy 40 sem volt elég ahhoz, hogy azt mondjam, vagy kimerjem jelenteni, hogy eljutottam az alapokig. Ugye milyen érdekes? Na most kérdezzük meg azt, hogy például a mai földi állapot, vagy berendezkedés, mint olyan eljutott-e idáig? Hiszen látjuk, hogy milyen szituációk, jelenségek, események adódnak a Földön, hogy igazából nagyon sok minden dől be, hogy káosz van, rendezetlenség, háborúk, viták, veszekedések, acsarkodások, ellentétek. Szóval mondjuk azt, hogy egy hatalmas zűr. Tehát nagyon-nagyon nagy zűr van a Földön, ugyanakkor szerintem hatalmas űr is tátong ez az egész itteni fölhozatal. Miért? Mert hiányzik a fény. Mert hiányzik Isten, mert hiányzik a szeretet, mert hiányzik az összetartozás, a béke, a jóság, a humánum. Nagyon-nagyon sok pozitív rezgés, amivel szerintem az űrt, mint olyat be lehet tölteni, hogy minden kiegyenlítődjön, és hogy egységet kovácsoljunk. Ez a feladat. Az energetikánk által tudjuk ezt megtenni akkor, hogyha én is ilyen energiákat bocsájtok ki saját magamból, hogyha megváltódom, és ha nem a külső kinti világot szolgálom, nem a kali hanem Isten korát, az aranykort, ami lehet, hogy fizikálisan még nincs itt, de szellemileg, lelkiségben igen, hiszen ennek a rendszernek örök a léte, most is fönt áll, csak mi nem jutottunk el még oda. De menettelünk. De, hát azt is mondhatnám, hogy visszük magunkkal, vagy cipeljük a hátunkon ezt az egész bolygót, ezt az egész rendszert, hogy szerencsétlen meg tudjon üdvözülni, és hogy ne kelljen eutanáziát végrehajtani a földön, vagy a földdel, mert az is lehet, hogy ez a bolygó is ugyanúgy szenved, mint az a férfi, aki nem találja a helyét. Mert nem ismeri a módozatokat. Nem ismeri a törvényeket. Nem tudja azt, hogy ez a rendszer igazából hogyan épül föl, és ezáltal azt sem, hogy neki mit kellene tenni, hogy ő miért született vissza, miért írta alá ezt a szerződést. Mindenki önmaga írta alá, szerintem mert mindannyian vállaltuk ezt a küzdelmet, ezt az utat. Mert valamit itt el kell mondani, valamit végre kell hajtani, és azért, mert nem voltunk még olyan magas szinten, hogy Istennel üdvözülni tudtunk volna. Tehát én azt ajánlom például ennek a férfinek, hogy kezdj el hallgatni azokat a felvételeket, amelyeket az elmúlt hat év során létrehoztam, Szerintem nagyon sok kérdésére találna választ, és azt is gondolom, hogy egy idő után kicserélődne, de neki még egy olyan jó tíz éve van. Tehát egy jó tíz évig kellene nagyon sokat menetelnie, tanulnia, elemeznie, hogy megváltódjon, és hogy sokkal boldogabb, fényesebb, kiegyensúlyozottabb legyen. De ahogy mondtam, ennek az útnak minden egyes szelete, pontja, íve, része csodálatos. Rengeteg örömköny szabadul föl, amelyekre szintén szükség van, hiszen tisztára mossák a lelkünket, és szerintem ez a legfontosabb, a megtisztulás, miképpen szerintem a Föld is ugyanezt teszi, ezért van annyi káosz és katasztrófa, mert szerintem a Föld rázza le magáról a negatív erőket, így dől be az anyag, az anyag veszít a fényéből, és ez az egész rendszer így próbál meg átszellemülni, vagyis közelebb kerülni önmaga minőségéhez, hiszen szerintem mindig ez a legfontosabb. Mindig az a legfontosabb, hogy az ember önazonos legyen, hogy az igazi önvalója szerint működjön ne a megmásított szerepek által. Miképpen lehet, hogy minden egyes élőhely terület dolga ugyanez. A földi berendezkedés nagyon színes. Rengetegen vagyunk itt, ugye? Minden egyes ember energiát bocsát ki önmagából, nagyon-nagyon sok energia adódik így össze. Igazából szerintem azt is vizsgálni kellene, hogy milyen energiák működnek most a Földön, és ezen kellene változtatni, hiszen én azt gondolom, hogy sajnos még mindig sokkal több negatív energia mozgolódik, mint pozitív. Így pedig nagyon nehéz lesz a pozitív egypólusba eljutni, vagyis a szeretet rendjébe, hogy minimum 528 hercre vagy hercig fel tudjuk emelni a bolygó saját frekvenciáját, mert akkor valóban elérnénk a paradicsomi létállapotot, amiről például a Biblia is mesél. És persze nem csak a Biblia, hanem én is. Bár sokszor azt érzem, hogy olyan vagyok, mint egy élő Biblia, egy élő kalendárium, aki hangosan közli és mondja azt, ami ebben a nagy átfogó rendszerben megnyilvánul, és amihez most már szerencsére én is hozzáférhetek, talán korlátlanul. Hát egyrészt azért, mert. Van egy bejárt utam, sokat tettem érte, másrészt pedig én ezt írtam alá. Nekem van egy szerződésem. Nyilván, hogy ezt sokan tudják. Ez egy olyan szerződés, ami megmásíthatatlan, és aminek nagyon erős az energetikája. Folyamatosan diktál, dominál, késztet. Ez olyan, mint egy pecsét, egy szellemi pecsét, amit nem lehet sem Letörölni, kitörölni, megmásítani, kiradírozni, meghazuttolni. Tulajdonképpen ez szerintem az önvalóba van égetve, és akkor az ott marad. Örökre ott marad. De ez a pecsét jó, ez a pecsét fantasztikus, és én azt gondolom, hogy erre szükség van. Nem mondom azt, hogy most beszélek erről először. De ritkábban. Mert igazából szerintem nem az a lényeg, hogy azt fitoktassuk, hogy nekünk mink van, hanem hogy végezzük a dolgunkat, a feladatunkat, és hogy legyünk nagyon állhatatosak. Jó lenne, hogyha ennek a férfinak is lenne egy ilyen vállalása, vagy pecsétje, mert akkor jobban élvezné az életet, a fizikális mi voltot, és akár remeteként is tudna alkotni. Szerintem kezdjen el írni rengeteget. Az írás letisztáz, nagyon sok mindent helyrehozhatunk általa, nagyon-nagyon sok mindennel szembesülhetünk, önvizsgálatot tarthatunk, és megigazolhatunk. Én rengeteget írtam, több millió karaktert. Teleírtam 3000 oldalt, ugyanakkor nagyon-nagyon sok elemzést készítettem. Én folyamatosan írok gyerekkorom óta. Mert tudom, hogy a kinyilatkoztatásnak ez az egyik legfontosabb eszköze, így tudjuk átadni a gondolatokat, amelyek nem feltétlenül csak a miénk. Sőt, hát én azt mondom, hogy az a jó, hogyha nem csak a miénk, hanem hogyha ezek a gondolatok Istenből, a rendből származnak, mi pedig, mint szolgálattevő lények ennek a rendszernek, hódolunk, mondjuk így, ezt a rendszert képviseljük, szeretjük, és ezáltal mindent megteszünk. Egyébként szerintem a halál nem old meg semmit. Azért nem, mert a halál nem az élet végét jelenti. Csak a testetöltés végét, eme formula Végét, de ahogyan mondtam, mivel szamszára van, ezért úgy is újra kell jönni. A feladatokat nem veszi el. A karmát szintén nem, sőt, mondok még valamit a szenvedést sem. Tehát, hogy valaki meghal, nem szabadul meg a szenvedéstől, mert a szenvedéstől nem így lehet megszabadulni. De hogy hogyan, hát erre nézve kellene kidolgozni egy nagyon átfogó tételsort. Hogy igazából hogyan lehet megszabadulni a visszaszületésektől, a szamszerától. És én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot lépésről lépésre kellene kidolgozni és kinyilvánítani. Igen, ez egy tételsor szerintem. Az is lehet, hogy ez az én feladatom lesz, vagy az enyém is. Hát jó kérdés, hogy valaki ezt már ennyire részletesen kidolgozta-e. Most nem tudok egyetlen egy nevet sem mondani, mert lehet, hogy ilyen tételsor még soha nem született meg. Jó, mondjuk azt, hogy Butha valamilyen szempontból felvázolta azt, hogy, hogy, hogyan lehet kilépni ebből a rendszerből, hogyan lehet megüdvözülni, de szerintem nem tudott mindent átadni. Én azt gondolom, hogy azok a tételek, amelyeket ő kinyilatkoztat, ott azok még nem elegek ehhez. Ez nem a teljes kör, nem a teljes lista, szerintem. Én azt gondolom, hogy sok mindent hozzá lehetne még tenni, miképpen sok mindent hozzá is tettem az elmúlt előadások kapcsán. Valamilyen szempontból szerintem az ő munkáját, vagy művét is folytatva, kiegészítve, de nem csak az övét. Hiszen nem csak ő gondolkodott erről hanem sok más, akár tanító, vallásalapító, gondolkodó, gurú, szerzetes, remete, bárki, aki közelebb volt és van az isteni rendhez, és aki egy ilyen szerződéssel jött ide. Hát valószínű, hogy a mi szerződésünk nagyon hasonló, vagy akár azonos. Tehát mindig azt kell megvizsgálni, hogy a különböző szellemi szerződések hogyan épülnek föl, és milyen pontokból állnak. Hogy mondjuk az én szellemi szerződésem milyen pontokból áll, én mit írtam alá, én ezt már 10-12 évesen is tudtam, mert már akkor különböző rajzokat, írásokat készítettem róla. És azóta folyamatosan ezt a vállalást viszem. Most eszembe jutott egy újabb téma, ami a halállal kapcsolatos, úgyhogy valószínű, hogy ez lesz a következő előadás témája, terve, csak ne felejtsem el, mert euh, miképpen beszélek, megéreztem egy újfajta kinyilatkoztatást, mi szerint a halállal kapcsolatban is már nagyon sokféle változás van, és szerintem már ez a, az állapot vagy átmenet. Nagyon nem úgy működik, mint egykor. Mondhatjuk azt, hogy a halálnak is, ennek a folyamatnak is sokféle módozata, változata van, de szerintem itt főleg a rezgés szinteket kell vizsgálni, miképpen majd ezt meg is fogom tenni a következő felvételünk kapcsán. Tehát arról kell beszélni, hogy a megszabadulás az egy nagyon fontos, ugyanakkor egy mesteri munka, feladat, hát talán a legmesteribb, ha a földi viszonylatokat vesszük alapul, de szerintem erre nézve nincsenek kidolgozva olyan részletes tételek, vagy módszerek, ami által ezt meg lehetne tenni. Tehát a mai felvételünknek, előadásnak ez a témája, hogy miképpen lehetne ezt fölépíteni, hogyan lehetne fölvázolni egy ilyen utat, magyarán azt a bizonyos létrát hogyan lehetne megjeleníteni, ami nagyon sokan próbálnak menetelni, és ami által sokan szeretnék elérni a megüdvözöltséget. Szerintem ez a férfi is, csak ő még nem tart itt. Hiába él remeteként, hiába pipált ki már nagyon sokat, ahogyan mondtam, én azt érzem, hogy a rezgés szintje még egyáltalán nem tart egy ilyen létállapotban, tehát neki még szerintem egy olyan jó 5 évet, 10 évet menetelnie kell, hogyha idő előtt hagyja hátra a testet, mondjuk azért, mert ő öngyilkos lesz, akkor ő még szerintem kétszer vagy háromszor vissza fog jönni, minimum, mert ennyi időre és ennyi testetöltésre lesz szüksége ahhoz, hogy felfedje az igazságot, főleg önmagán belül, az önvaló kaminója által, ami saját, ami egyedi, és amihez igenis szükség van a szenvedésekre. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a szenvedésekre nincs szükség, de igen, addig, amíg tart a tanulói létállapot és folyamat, még éppen számára is, csak szerintem ő ezzel az egész történettel nem tud mit kezdeni. Minden egyes szenvedést, nehézséget kamatoztatni kell. Szerintem nem jó az, hogyha az ember mártír. Mert hogyha valaki mártír, akkor el fog veszni. És olyan szinten a szamsára része lesz, hogy itt fog keringeni, Isten tudja, hogy mennyi ideig. Ez soha nem jó, hiszen, hogyha valaki megbukik, akkor évet kell ismételnie. Ha egy lélek idő előtt próbál kilépni ebből a rendszerből, akkor neki is, magyarán, újra testet kell ölteni, ez jelenti az évismétlést. Ami ugye nem csak egyetlen egy évről szól, hanem rengetegről, akár 80-90 évről egy újbóli formulában, rengeteg szituáció kapcsán, rengeteg nehézség által kell újra végigmenni a ranglétrán, rengeteg szembesüléssel, okulással, tanulással, szellemi tükrökkel, pofonokkal ugyanakkor szerintem minden dokumentálva. Tehát nagyon fontos, hogy az ember dokumentálja az utat. Mindenki kezdjen el írni. Én ezt szoktam javasolni, nagyon jó lesz később visszaolvasni a korábbi gondolatokat, és azt, hogy az ember hogyan indult el. Nekem az egész utam dokumentálva van. 10-15-20 éve folyamatosan. Nagyon érdekes ez az egész. Nagyon furcsa találkozni mondjuk a húsz évvel ezelőtti énemmel, lényemmel. Olyan, mintha nem is én lennék. Vagy mintha a gyerekem lenne az illető, mert a kisebbrendű énről beszélünk arról, aki még nem világosodott meg, aki még nem tapasztalt annyi mindent, aki nem érte el az önvalóját, aki még nem ásott elő annyi mindent önmagából. Mint amennyit ez alatt a húsz év alatt a lélek megtett, azt is mondhatnám, hogy mint amennyit áldozott. Hiszen nagyon sok áldozatra, áldozati edényre, vagy készségre van szükség ahhoz, hogy az ember eléri az alázat csúcsát, ami kivezet ebből a rendszerből, és hozzásegít... A megigazuláshoz. Tehát az alázat elérése nélkül én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megtenni. Magyarán ez is egyfajta lépcsőfok, vagy a legfontosabb lépcsőfok, amit az embernek eszközölnie kell. Néhány órával ezelőtt még nem gondoltam azt, hogy ez a felvétel megszületik. Egy rajzós előadást próbáltam végigfuttatni, de leálltam az elején, mert rájöttem arra, hogy igazából én ezekről már beszéltem. És akkor ezek az információk még egyszer már nem jönnek le, úgymond. Nagyon érdekes. Tehát automatikusan megáll a tollam. Tényleg olyan, mintha vezetve lenne. A magasabb szintű abszolútum által, aki pontosan tudja azt, hogy mikor, Mit kell mondania, mit kell átadnia, és miről nem kell már beszélni, mert ez a tétel vagy ez a sor már megvan. Szerintem teljesen felesleges ismételgetni önmagunkat azért, mert kevés az idő. Azzal kell foglalkozni, hogy most mit kell azért megtenni, hogy az itteni energiákat kamatoztassuk, és ezáltal följebb emelkedjünk, és elérjük azt, amiért visszaszülettünk. Én azt gondolom saját magamról, hogy azért, hogy ezeket a tételeket kidolgozzam, hogy valamit átadjak, hogy valamit tudjak mondani, föltárni, segíteni, adományozni, és valahogyan visszaállítani Ezeket a kizökkent létállapotokat mindig az egységbe. Hiszen az egység az eredeti mintánk, az eredeti lényünk, és ami igazi önvalónk. És én azt gondolom, hogy mindig az a legfontosabb, hogy az igazságot képviseljük, ne a manipulált, korszakot, ami lehet, hogy kecsegtető ajánlatokkal él, de ezeknek soha nem szabad bedőlni. Nagyon nehéz megszabadulni az anyagtól. Ezt én is tudom. Én nagyon sokat gürizek, de százszerzalékosan még én sem tudtam. Láttam egy másik portrét, ami szintén egy olyan férfiról szól, aki Kivonta magát úgymond a társadalomból, kivonult valahova a természetbe, és nagyon puritán egyszerű életet él. Csodálatos, fantasztikus, én is meg fogom tenni, kifogok vonulni, és lehet, hogy az erdőben fogok élni, mert azt érzem, hogy az a közegem. Ez vagyok én. Nagyon szeretem az egyszerű létmódot egyre jobban, egyre kevesebb anyagi dolgot szeretnék magamhoz venni. Mert azt vettem észre, hogy számomra ez az állapot sokkal jobbat tesz, ez vagyok én, sokkal több információ áramlik így, miképpen szerintem ők is a csendből szeretnék meghalani ezeket a tételeket, csak mivel az ő rezgés szintjük még nem rezeg olyan magasan, ezért nem érték el ezt a szellemi tárházat, amit én már elértem, és amiből én folyamatosan nyilatkoztatok ki. Sok lélek vágyik arra, hogy elérje ezt a szellemi tárházat, kincsestárat, mert számukra is ezek a tételek jelentik az értéket, és nem mondjuk egy plazmatévi. Ezek a tételek nagyon magas szinteken rezegnek, nagyon sok energiával látnak el, annyi energiával, amivel az ember képes saját magát is föntartani ugyanakkor a körülményeit. Én ilyen energiákból táplálkozom. Én már ebből a forrásból merítek, és ezeket a tételeket használom arra, hogy például működjön a magazinom, és hogy mondjuk a testi, fizikális adottságok is meglegyenek. Ezek az energiák éltetnek, szó szerint. Tehát, hogy valaki megkérdezi azt, hogy hogyan tartom fönt önmagamat, a magazint, a programot, akkor én azt mondom, hogy ezen energiák által, mert ezek sokkal magasabb szintű szintűek, teljesen más minőségűek. Nagyon érzem a két forrás közti különbséget. Nagyon-nagyon erősen lehet érezni, és hatalmas kontraszt van köztük. Nagyon-nagyon más mindkét oldalnak a a szerkezete, a berendezkedése. Más energiák a érzek. Tehát az Istenből jövő energiák nagyon erősek, és nagyon-nagyon táplálnak, és pozitívak, és szeretetteljesek, és totálisan megváltják az embert, átformálják. Erre van szükségünk, és nem arra, hogy a másik oldalra átálljunk, és mondjuk passzív eutanáziát folytassunk, mert az vissza fog vinni az alacsonyabb szintű gödörbe, vagy az alacsonyabb szintű mintába, és ahogyan mondtam, ez a minta viszont bekebelezi a lelkeket, és valószínű, hogy meg is semmisíti. Vagy talán elkorcsosítja. Szerintem nagyon sok ilyen eset, helyzet van ma, nagyon sok ilyen jelenséggel találkozhatunk. Sokszor érzem ezt. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy mentsük meg a lelkeket. És a sajátunkét is. Mentsük meg, és folyamatosan emelkedjünk följebb, és belül kerüljünk közelebb, a megigazultsághoz, mert ez fog kivezetni az anyagból, ez fog kiemelni a fogvatartottságból, főként tudatilag. Tehát, hogyha én tudatilag már magasabb szinteken vagyok, rezgek, akkor ez a rendszer le fogja dobni az anyagot, nem is lesz rá szükség, miképpen ezt csinálja most a Föld is, vagy az egyetemes rendszer a Földdel. Hagyja hátra az anyagot. Azt mutatja meg, hogy az anyagra igazából nincs szükség. De ezt csak az isteni törvények által lehet megtenni, vezetve, folyamatosan, egy út során, nem úgy, hogy mondjuk az ember megpróbál önkezével véget vetni ennek az egész történetnek, mert nem fog tudni. Nincs ilyen felhatalmazásunk. Ez a lényeg. Tehát ez csak rosszabbítja a helyzetet. Ugyanis, ahogy mondtam, hát a halál után igazából semmi nem szűnik meg, minden ugyanúgy folytatódik, maximum még élesebben, nehezebben, hát akkor, hogyha az ember nem fogadja el az isteni törvényeket. Ha valaki nem fogadja el, bocsánat, hogy így fogalmazok, de pofára fog esni. Nagyon keményen. Olyan szinten vissza lesz vágva, hogy csak na. <laughs> Tehát nagyon erősen, nagyon-nagyon erősen én ezt tudom. Pontosan tudom azt, hogy hogyan történt a visszajövetelem, miáltal. És amikor a tudatomra ébredtem gyerekként, néhány évesen, már akkor is tudtam, felépítettük ezt az utat tételesen, szisztematikusan azért, hogy elérjük azt, amit el kell érni, és ahová ennek az egész rendszernek egy idő után vissza kell térnie, mert ez a feladat, és azért, mert az univerzum így működik. Ilyen törvények által. Ezeket a törvényeket nem mi alkottuk. De megismerhetjük, hogyha kutatunk, ha kíváncsiak vagyunk, és hogyha meg akarjuk azt tudni, hogy ez a rendszer tulajdonképpen hogyan él, hogyan gondolkodik idézőjelbe téve, hogyan működik, hogyha számunkra ez fontos, számomra fontos, hiszen különben nem beszélnék ennyit. Tehát én azt gondolom, hogy fel kell építeni egy rendszert. Meg kell azt mutatni, hogy hogyan lehetne kivezetni az itteni lényeket, vagy akár energiákat a sűrű sötétségből, a fogvatartottságból, és hogyan lehetne Mindent egységesíteni, vagy legalábbis azokat a tételeket, aspektusokat, amelyeket egységesíteni kell, amelyekre szükség van. Igen. Tehát meg kell szüntetni a sötétséget, meg kell szüntetni a káoszt, a rendezetlenséget. Ez egy nagyon fontos feladat, nagyon nagy volumenű mintázat és cél. Tehát, igen. Na most nagyon jó kérdés, hogy ez csak a Földre jellemző-e, nem biztos. Tehát nem gondolom azt, hogy most csak a Föld fejlődik, vannak még más területek is, még éppen az egész univerzum, és hogyha minden visszaáll a rendbe, akkor az egész egyetemességnek megváltozik a szerkezete és valószínű, hogy már csak sziluettek és energetikai lenyomatok lesznek. Ez lesz az igazi szabadság és a megigazulás, és itt a lelkek már teljesen más szerepet töltenek majd be, mivel nem kell az anyaghoz igazítani önmagukat, nem is kell a fizikális rendszerrel azonosulni, mivel már szerintem nem lesz, vagy nem ennyire erősen. Igen, én úgy érzem, és úgy látom, hogy ez az egész folyamat olyan, mint egy létra. Tehát előttem mindig ez a létra, mint szimbólum jelenik meg, amelyek számomra tételeket jelentnek, különböző stációkat a fejlődésünk kapcsán, de nem csak egyéni, hanem globális és univerzális létrák is vannak, vagy mondjuk azt, hogy egyetemes létrák, szintek stációk, amelyek visszavezetnek Istenhez, vagy Istenbe, aki várja az embereket, a lelkeket, ezeket a rendszereket, az is lehet, hogy az egész univerzumot önmagába akarja segíteni, hogy mindenki és minden megigazuljon, és akkor ott viszont már egy ilyen állapot kapcsán látom azt a bizonyos Örömtáncot, ahol a lelkek, vagy emberek, vagy lények kézen fogva a körben állnak és táncolnak, mert megérkeztek, és újra ott és abban foglalnak helyet, ami a legigazabb állapot, és aki vagy ami, ami igazi lényünk, otthonunk, minőségünk, eredetünk. Igen, nagyon érdekes, hogy ez a körtánc, vagy jelenet folyamatosan megjelenik előttem képként egy ideje. Nem volt ez mindig így, tehát ezért mondtam azt, hogy valószínű, hogy most értünk ide, tehát most pontosan ezekről a tételekről kell beszélni. Mert ez a következő lépcső, vagy állomás. Persze jó kérdés, hogy ez a földi viszonylatok kapcsán mikor és hogyan valósul meg, hát erre való a türelem, a várakozás és a hit. Bizony, tehát én azt gondolom, hogy maga a hit teremt anyagot. Hit által sűrítünk be nagyon sok mindent, ha megvan a kép, az a bizonyos kép, szellemi lenyomatként, ami aztán láthatóvá válik, ha szükség van rá megjelenik, és ami által az ember visszaigazolást nyer. Szükségünk van a visszaigazolásokra, a visszacsatolásra. Ezért működik tükörefekt a Földön, ezért van az, hogy minden visszatér, visszatükröződik, hogy leellenőrizzük azt, hogy hol tartunk. Tehát én eme köri tánc vagy jelenet által pontosan ezt tudom leellenőrizni mert ez a kép folyamatosan megmutatja önmagát, ami valószínű, hogy az önvalomban tárolódik, tárolódott, de mivel most értünk el ide egy ilyen állapotba, ezért most nyilvánul meg, és most sugal, és jelez valamit. Mit jelez? Hát azt, hogy ennek van itt az ideje. Hát talán földi viszonylatok közt is, nagy jó kérdés, hogy pontosan ezt a jelenetet mikor tudjuk megvalósítani, és mikor lesz az, hogy végre az emberiség összefog, megfogjuk egymás kezét, és egy körben állva, összekapcsolódva, mondjuk már az Istent éltetjük, az egyetemességet, az egységet, az egypólust, a szeretetet, a békét, a harmóniát, a kiegyezést, a totális megérkezettséget. Fantasztikus ez a tétel. Azért jó, mert én úgy érzem, hogy most olyan energiák érkeznek, amelyek, amelyek valósak, amelyek felszabadultak, amelyek megteremtődtek, itt vannak, eljutottunk ide nagyon hosszú kamino által, ami szintén egyfajta visszaigazolás számomra. Nagyon jó eljutni valahova. Nagyon jó, amikor az a bizonyos tükör már Szebb képet fest, jobbat, igazabbat, színesebbet, és amikor ez az érzés már nagyon ismerősé válik, amikor nagyon közeli, nagyon tudott, és bensőséges. Ezek ilyen bensőséges állapotok. Én mindig is így beszéltem, mindig így alkottam. Intim kapcsolódások. Az egyetemességgel, az önvalóval, az abszolútummal, és szerintem az abszolútummal intim kapcsolatot ápolni a legnagyobb katarzis és a legnagyobb kiváltság. Innen fogom folytatni a következő felvétel kapcsán.